Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézők, a következő percekben a Mintagazdát, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látják. Mindenek előtt nézzük a mai adás tartalmát. Megkezdődött az aratás az országban. A gazdálkodók már minden megyében megkezdték az őszi árpa betakarítását. A becslések alapján a nyári kalászos gabona és repcetermés várhatóan eléri az előző évi jó termés szintjét. A kedvező időjárásnak köszönhetően jól fejlődik a Dohánya megye ültetvényein. Az ULT Magyarország már tavasszal megkötötte a szerződéseket a termelőkkel az idei termés felvásárlásáról. 2-3 héttel hamarabb jelent meg a parlagfő a földeken, a jó idő miatt. Egyes területeken már térdig ér. A gazdáknak ezért időben meg kell kezdeni a gyommentesítést, megakadályozva ezzel az allergén növény virágzását és pollen szórását. Az őszi árpa betakarításával megkezdődött az aratás az országban, a megyében is több helyen vágják már a gabonát. Az idén nagyon jó termésre számítanak a szakemberek, hiszen kedvező volt az időjárás mind a tavasszal, mind a nyáron. Szóval az idei termés a kalászban a szem képződés befejeződött, az érés folyamat végéhez ért, és most már a szem a kalászból szépen pereg kifele, mint ahogy látjuk is, és úgy mutatkozik, hogy az idei aszályos évhez képest a szemek közepesen teltek is, és termésben is remélhetőleg szép mennyiséget várhatunk. Az őszi árpa betakarítása megkezdődött a megyénkben is, és a Szavasvári környékén az árpának kb. 21%-át takarították be ezen a környéken. Az 50 mázsát meghaladja hektáronkénti súly, én azt mondom, hogy jónak mondható. A búza vonatkozásában szerintem még vagy másfél hét van hátra. Jó lenne még egy részének, ha megázna, bár ha viharra jönne, akkor azt se tudja az ember, hogy mit mondja, hogy mi lenne jó. Egyenlőre megdőven nincsenek, a vihar nem csinált nagy károkat. Ez az aszály most már egyre jobban rá fogja nyomni a szem kifejlődésére a súlyt. Ma volt az első ilyen koordinációs találkozó a katasztrófa védelem rendőrség termelők részével. Ez folyamatos lesz az egész betakarítás végéig, minden hétfőnap, amikor egymást tájékoztatjuk a problémákról. Itt kérjük a rendőrség részéről is, katasztrófa védelem részéről is, hogy a gépeket úgy készítsük elő a betakarításhoz, hogy az problémamentesen sikerüljön majd befejezni ezt a munkát. Gondolok itt a tűzoltókészülékre, mert akkor tudja meg az ember, hogy mennyire fontos az, nem csak azért, mert a rendőrség esetleg vagy a katasztrófa védelem kéri, hanem ha baj van, akkor üzemképes tűzoltókészüléket kellene elővenni. Egyébként nem tervez senki olyan irányú ellenőrzéseket, amivel ezt a munkát akadályoznák, inkább arra kértük a rendőrséget is, hogy segítse elő ezeket a nagyméretű gépeknek a közlekedését, amit természetesen elfogadtak ezt a kérésünket, és reméljük, hogy a gyakorlatban is így tevékenykednek. Az előző évek, vagy az előző év gyakorlatához hasonlóan idén is használhatják majd a főútvonalakat a mezőgazdasági betakarítás alatt ezek a munkagépek? Ezek az betakarítási időszakban természetesen, sőt a rendőrség ígéretet arra, hogy ahol kérik, segítenek a közlekedésben, úgyhogy ők is úgy gondolják, hogy feladatuknak szánják ezt a betakarítási időszakot. Kezdjük ott a beszélgetést, hogy milyen, körülbelül milyen területen, illetve milyen növényi kultúrákkal vagy egyéb mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak itt Balkány területén. Itt főleg a szántóföldi növénytermesztéssel, illetve mi állattenyésztéssel, illetve gyümölcstermesztéssel foglalkozunk.
Sokan azt mondták, hogy elég kedvező időjárás volt a mezőgazdaságra. Önök ezt hogy tapasztalták itt ebben a térségben? Mit lehet elmondani a növények fejlődéséről? A csapadék ellátottságban ez a rész egy kicsit úgy lemaradottabb, de hál' Istennek tudtuk kompenzálni a kiváló magánykészítéssel, előkészítéssel és az idei időben történt vetéssel ezt a folyamatot. Említette, hogy több mindennel foglalkoznak, ezt saját részre termesztik, vagy értékesíteni fogják? Teljes mértékben saját részre termesszük, ugyebár az állattenyésztéshez kapcsolatosan a jószágoknak a téli takarmányozását tartjuk fenn ezekből a területekből. Mikor kezdik meg az aratást, vagy mitől függ az, hogy mikor kezdődhet meg mondjuk egy-egy táblán az aratás? Hát az érettségi fázisától természetesen ez a tábla, ez már készen van. A tritikálé az még egy jó két hetet várat magára, mert ugyebár ott a későbbi vetés is befolyásolja ennek a fejlődést, betakarításnak a menetét. Nem tudom, hogy búzával foglalkoznak-e, kenyérnek valóval? Nem foglalkozunk, mert ehhez ez a föld nem, a földadottsága nem megfelelő ennek a termesztési technológiájához. Említett, hogy a szántóföldi kultúra mellett gyümölcsel és állattartással is foglalkoznak. Én úgy látom, hogy a több lábon állás az ugyebár fontos ebbe a szektorba, de van, aki ugyebár csak egy szántóföldön gazdálkodik, és ugyebár az csak abból próbálja a profitját megkeresni az életbe, de így komplexen, így sokkal jobb, és talán én úgy érzem, hogy egy kicsit könnyebb. Igaz, hogy nehezebb, de könnyebb. Említette, hogy saját része termelik ezt, akkor ezek szerint ez az állatoké lesz. Mi történik majd, hogyha learatják itt a gabonát? Ezt természetesen beviszem egy szárítótelepre, ott bérszárítással, illetve nem szárítással, tisztítással ezt a folyamatot befejezzük, és utána bevisszük a tárolóba, és ott tároljuk a jószágoknak. Beszéljünk egy kicsit magáról a támogatási rendszerről is. Hogyan tudják igénybe venni azokat a támogatási rendszereket, lehetőségeket, amelyeket biztosítanak a mezőgazdasági termelők részére? Hát az elkövetkezendő 7 évben igen, változatos és teljesen más támogatási rendszerek vannak kialakulóban. Ezt most még így pontosan nem tudom, mert csak körvonalakban vannak ezek jelen így az emberek között, de a mostani támogatási rendszer az egy igen jól és beépíthető folyamat a gazdálkodásunk folyamában. Az idén közel 20 tonnával több megy termett a kedvező időjárásnak köszönhetően, így az alacsony felvásárlási árak mellett az értékesítés is gondot jelent azoknak a termelőknek, akik nem kötöttek előzetesen szerződést valamelyik feldolgozóval. Ezért a megyei agrárkamara tárgyalásokat kezdeményezett a szaktárcával annak érdekében, hogy mindenki értékesíteni tudja a megtermett gyümölcsöt. A Földművelősügyi Minisztériumhoz fordult segítségért a térségben jelentkező megyértékesítési gondok miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei agrárkamara. Az alacsony felvásárlási árak mellett értékesítési gondokkal is küzdenek a megye termelői. A becslések szerint 15-20 ezer tonnával több megy termett az idén, amelynek nehéz lesz piacot találni, és főként a kis területen gazdálkodó, értékesítési szerződéssel nem rendelkező kistermelők vannak emiatt nagy bajban. Körülbelül 30% az, aki nem szerződött. Ez ha a mennyiségnek azt mondanánk, hogy a kisebbik része, de ha a létszámba, hogy hány fő, akkor ez körülbelül 3/4, körülbelül fordította az arány, mert a kis termelők nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy hova fogják értékesíteni ebbe az utolsó percekben. Derül ki, hogy nem beszéltek senkivel, a feldolgozók általuk tervezett mennyiséget már leszerződték a nagyobb több területen gazdálkodókkal, és most kezdődik ez a probléma, hogy a kicsik nem tudják hova helyezni a kis mennyiségüket. A feldolgozók elsősorban a német piacra gyártanak, ahol minden évben meghatározott mennyiséget vásárolnak fel, így a többletet nem tudják fogadni. Az agrárkamara elnöke szerint az egyik megoldás az lenne, ha a többlettermést a Földművelésügyi Minisztérium vásárolná fel, és a feldolgozott terméket közraktárakban helyeznék el, amelyet később újabb piacokon tudnának értékesíteni. Erről az elmúlt napokban tárgyaltak a minisztériumban. Ilyen beütermés ritkán fordul elő. Most megoldás lehet talán az is, hogy közraktárral legyártatnánk ezt a mennyiséget, ezt a plusz mennyiséget, és akkor
olyan irányokba is elmozdulni a piackereséssel, amit eddig nem tettünk meg, és akár ebből egy pozitív is jöhet neki úgy jól, hogy szereznénk olyan piacot, amire esetleg kedvet kaphatnánk a későbbi telepítésekre. Az idén a nagy termelők piaci pozíciója sem túl jó, hiszen a 80-110 forint közötti felvásárlási ár a termelési költségeket, a növényápolás és védelem, a szedés, valamint a szállítás költségeit is alig fedezi. A Szabolcsi Agrárkamara elnöke szerint most az a legfontosabb, hogy a termés ne maradjon leszedetlenül a térségben, és legyen lehetőség a teljes mennyiség értékesítésére. Szépen fejlődik a dohány a megye dohányföldjein. Az ULT Magyarország egyébként már a termelőkkel tavasszal megkötötte a szerződéseket az idei évi felvásárlásról. Idén is az előző évekhez hasonlóan 8000 tonna felvásárlását tervezi egyébként a vállalat. Vezérigazgató úr, ugye most egy dohányföld mellett állunk, és itt talán a képeken is jól látszik, hogy szépen fejlődnek a palánták, illetve a növény. Mit tudunk elmondani, hiszen többször beszámoltunk, hogy az idei időjárás eddig nagyon kedvező volt, akár a szántóföldi kultúráknak, akár a gyümölcsösökre nézve. A dohány esetében mit tudunk elmondani? Hát igen, elmondhatjuk ugyanazt, hogy a dohányra is idáig nagyon elfogadható és kedvező volt a időjárási körülmények. Ha visszatekintünk március közepére, amikor a magokat elvetettük, kimondottan kedvező időjárás volt, fagymentes napok voltak, napsütés, és így gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a palánták, kiültetésre alkalmas palánták már április végére kész voltak. Ez mint egy 10 napos előre haladás jelent, vagy előnyt jelent a korábbi évekhez képest. És így május közepére, május 20-ára a teljes leszedett terület elültetésre került. Az ültetés időpontjában szintén volt némi eső, ami csapadék, ami segített nekünk, és idáig elmondhatjuk, hogy ez a durván kéthetes előny megmarad, és az ültetvények elég jó állapotban vannak. Mik az mostani aktuális teendők a dohányföldeken? Ugye általában, mint mezőgazdaság elég kitett, és így a csapadék már azért kezd hiányozni. Akinek lehetősége van az öntözésre, annak el kell kezdeni, és folyamatosan öntözni, ha csak egy kiadós eső meg nem állítja. Azon kívül pedig az aktuális talajműveléseket, kapálásokat, húzatásokat, fejtrágyázásokat és permetezéseket célszerű elvégezni. Azt gondolom, hogy valahol úgy június vége, július első dekádjában várható, hogy a betakarítás megindul mind a virginiai, mind a bőri típusú dohányoknál. Lehet egyébként már következtetni az idei termésre? Említettük, hogy elég ideális feltételek voltak ez idáig. Ha nem történik semmi, akkor milyen termésre számítanak? Igen, tehát továbbra feltételezik egy átlagos időjárás, van a betakarításik, akin azt gondolom, egy jó közepeste valamilyen jobb termésre van kilátás minőségileg is, és mennyiségileg is. A szerződés kötéseket hogyan ütemezik ilyenkor a gazdálkodókkal? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy ezek megtörténtek-e már, vagy ez folyamatosan történik ilyenkor a tavaszi-nyári időszakban? Nem, még a magvetés előtt, tehát azt jelenti, hogy március első felében, inkább február végéig megkötöttük a termékértékesítési szerződéseinket. Elvileg ugyanazon a területen, ugyanazok a termelőkkel kötöttünk szerződést, mint az előző 3 évben. Ez praktikusan azt jelenti, hogy mintegy 2700 hektár körül a Virginia és egy 1300 hektár a Burley leszerződött területünk. Virginiából egy 5500 tonna, Burleyből egy 2500 tonnás volumennel számoltunk, szerződtünk. És itt visszautalok, megint csak az időjárás így alakul. Ez a mennyiség jóval több is lehet, akár egy 10-15%-kal, és megkockáztatom, hogy egy kedvező időjárási feltételek esetén akár egy 9000 tonnás összmennyiséget is betakaríthatnak a dohánytermelőink, és mi pedig fel fogjuk vásárolni. Az árakkal kapcsolatban mit tudunk elmondani? Változott az előző évekhez képest, vagy maradtak a felvásárlási árak, és akkor beszéljünk arról, hogy mennyit kapnak kilónként a termelők? Igen, a feltételrendszerünk az ugyanaz, mint 2013-ban volt, hisz a támogatási feltételek ugyanazok. Alapárainkat meghagytuk, és meghagytuk az alapár mellett a mennyiség és minőségi felárat, ami 200%. Így egy átlagos termés esetén, Virginia dohánytermelő valahol egy 500 forint per kilogrammos hozammal számolhat. Nyilván ez az ár a
megtermett mennyiség növekedésével egyenes arányban növekszik, és a bőri dohánytermelőknél ez valójában 400-410 forint per kilogramm körül alakulhat. Még egyszer hozzáteszem, hogy mind a két esetben 2 tonna per hektáros hozammal számoltunk, ki lehet könnyen számolni, egy 2,5 tonnás hozamnál ez már lényegesen magasabb lesz. Mit tudunk elmondani az elmúlt évi dohányt, hogyan sikerült értékesíteni az ULT Magyarországnak, hiszen korábbi beszélgetésekből már az kiderült, hogy gyakorlatilag egyre nehezebb piacot találni, és talán a fogyasztás is visszaesett az országban. Igen, hát nehezen, illetve negatívan érint bennünket is az a tendencia, hogy a legális piac Magyarország, Európában is, Magyarországon is csökkent. Magyarországon talán lényegesen nagyobb mértékben, mint az környező európai uniós tagállamokban. Ezért a dohány iránti kereslet is visszafogott. Sajnálatos módon a két nagy vásárlón közül a BIT bejelentette, hogy 2013 volt az utolsó év, amikor magyar dohányt vásárol. Ez eléggé rosszul érintett bennünket, hisz új piacokat kell találni egy olyan gazdasági környezetben, amikor a világpiacon túlkínálat van. Tehát nem egyszerű. Ennek ellenére a 2013-as termés durván 90%-át már értékesítettük, és az a maradék 10%, én úgy gondolom, hogy a következő 1-2 hónapban, tehát az új termés felvásárlásának a megkezdéséig nagy biztonsággal értékesítésre kerülhet. Egyébként ilyenkor a tavaszi-nyári időszakban az ULT Magyarország üzemeiben mik a teendők? Ilyenkor mondjuk a gépsorok dolgoznak el? Nem, ugye befejeztük a tavalyi termésnek a feldolgozását március első hetében, ezt követően szezonális dolgozók elmentek, az állandó létszámunk pedig elkezdte a nyári karbantartásra való felkészülést. Ez az egyik fő feladatunk, hogy a következő szezon indulásáig a teljes gépsor feljavításra, karbantartásra kerüljön. El kell mondanom, hogy kicsi a létszámunk, tehát azért ez egy elég hosszú folyamat. Másik oldalról, ugye beszéltünk az értékesítésről, az értékesítés az nem azt jelenti, hogy ma eladtuk és már el is vitték a termékeinket, hanem azt jelenti, hogy ütemezetten egész évben szállítunk a partnereinknek, tehát ez a másik nagy feladat, hogy folyamatosan szállítjuk az értékesített volumeneket a partnereinknek, és hát nyilván a dohánytermelők, dohánytermesztőkkel folyamatos kapcsolatban vagyunk, részben a mi agronómusainkon keresztül, részben a dohánytermelői csoport agronómusaink keresztül, és folyamatosan szakmanással látjuk el őket, és próbáljuk kihozni a legjobbat az adott évből. Említettük, hogy már februárban megkezdték a szerződések kötését. Hány termelővel áll egyébként körülbelül kapcsolatban az ULT Magyarország? Igen, az ULT Magyarország ZRT közel 1000 termelővel kötött szerződés. Nyilván egy szerződés mögött különböző nagyságú területek vannak. Talán jellemzőbb számodat, ha elmondom, hogy erről ezzel a szerződés partner számmal és leszerződött területekkel együtt mintegy 15 ezer embernek adunk részben vagy teljes mértékben megélhetést és munkát. A jó idő miatt körülbelül 2 héttel hamarabb jelent meg a parlagfű a földeken, ezért a gazdáknak időben el kell kezdeni a védekezést, megakadályozva a növény virágzását. Itt lehet látni, hogy már a június elején a kukorita földeken akár térdig érő parlagfűek is találhatóak, tehát lényegesen előrébb vannak a parlagfű fejlődése, mint az előző évekhez viszonyítva, és végig lehet látni, hogy kisebb-nagyobb parlagfűek mindenhol láthatóak. Az enyhe tél és a korai tavaszi meleg miatt sokkal hamarabb kicsírázott a parlagfű, aztán a májusi intenzív és nagy mennyiségű csapadék elősegítette az allergén növény további fejlődését. A parlagfű a legnagyobb kárt a kukoricában és a napraforgóban okozza, agresszivitásával elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tápanyag és vízkészletét. Szakemberek szerint idén a kalászosokat is intenzívebben támadja a parlagfű, mint a korábbi években. Nagy problémát jelent a kalászosokban az, hogy az idején egy súlyos rozsdajárvány ütötte fel a fejét, és emiatt a levelek ugye nem zárnak rendesen, nem árnyékolnak, és erőteljesebben besüt a nap a növények közé. A kikelt parlagfűvek intenzívebben növekednek, tehát várható, hogy a
kalászosokban sokkal nagyobb mennyiségben számban jelennek meg a parlagfőtövek, illetve erőteljesebb lesz a fertőzés. Az a földtulajdonos vagy földhasználó, akinek a területén parlagfüvet találnak, 15 ezer forinttól 5 millió forintig büntethető. A hatóságok a jogszabályi előírás szerint július 1-től ellenőriznek, ekkortól bírságolhatnak is. Tavaly 271 esetben járt el a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, és összesen 6,7 millió forint bírságot szabott ki a megyében. A július 1-i határidő az azt jelenti, hogy addig meg kell akadályozni a parlagfüveknek a növekedését, és azt követően, tehát július 1-e után szokott virágozni a parlagfű, tehát meg kell akadályozni, hogy virágozzon. A hazai lakosság ötöde szenved egész évben vagy szezonálisan az allergiás nátha tüneteitől. A legtöbb allergiás tünetet nyáron a parlagfű okozza, ezért rendkívül fontos a gyomnövény írtása. Első ízben rendeztek nemzetközi ökogazdálkodási konferenciát az erdélyi Torockón. Megyénket a Keleti Kapu Ökogazdálkodók Egyesülete képviselte, akik itt a megyében megpróbálják összefogni azokat a gazdákat, akik biotermeléssel foglalkoznak. A részletekről az egyesület elnökét kérdeztük. A jó minőségű egészséges élelmiszerek iránt egyre nő a kereslet a világban, ezért egyre több termelő tér át az úgynevezett biogazdálkodásra. A megye biotermelőit és élelmiszerfeldolgozóit fogja össze a Keleti Kapu Ökotermesztők és Forgalmazók Egyesülete, amely megyénket képviselte a rendezvényen. A megye gazdaságfejlesztési stratégiájában is fontos szerepet játszik az ágazat. A torockói konferencián az is elhangzott, hogy a következő években többféle hazai és uniós forrás is segíti majd a biotermelőket, illetve feldolgozókat. Magyarországon mintegy 150 ezer hektár, a 6 millió hektárból a ökogazdagságban szereplő terület, és ez a kelet-magyarországi régió, a kelet-magyarországi biokultúra egyesület szervezésében ennek körülbelül az egyharmadát teszi ki. Ez a legnagyobb területi méretű Jászkun, Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Mereg megyéknek a területe, és mindegy körülbelül 500 gazdálkodó az, ami jegyzett. Nyilvánvalóan van egyfajta fluktuáció, a generációk váltják egymást, másrészt a sorsok alakulnak, területeket számolnak föl bizonyos okok miatt, de új területek is belépnek. A szántóföldi növénytermesztésben az alternatív kultúrnak, például a tönkölybúza, vagy a pohánka például, vagy a mézontófű, ami dupla hasznosítású, mert a méheknek is legelő. Ezek nagyon nagy sikernek örvendenek, ebből nem tudunk annyit termelni, hogy ne lenne felvevő piacunk. Ugyanúgy a szabolcsi kultúrákból a napraforgó például, de a burgonya, a kukorica egyaránt, és a pillangósok, a csillagfürt, a lóbab, és ezek mint zöldrágya is nagyon jelentősek lennek. Ennek a felszaporításában többet kell tenni a megyének, mert van körülbelül egy 10-15 éves lemaradásunk a struktúraváltás óta. Jelenleg mindössze 150 ezer hektáron történik ökotermesztés Magyarországon. A környező országokban ez jelentősen több. A szakemberek szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különösen jó adottságokkal és hagyományokkal rendelkezik ezen a területen, ezért is szeretnék az ökogazdálkodásba bevont területeket növelni. Ez a termelési mód munkaigényes is, így enyhíteni tudna a térség munkaerőpiaci gondjain is. A miniszterelnökségnek titkára, aki a mezőgazdasági területtel foglalkozik, nyilatkozta a napokban, hogy uniós támogatásoknak a forrásai látszanak, és szinte biztos, hogy az állattenyésztésben és a zöldségtermesztésben a szövetkező gazdák, azok számíthatnak nagyon nagyfokú vissza nem térítendő támogatásra, és itt ez a lényeg, hogy részarányában egyre fogytán a családi gazdálkodóknak a saját erő. Tehát, hogyha van egy ilyen lehetőség, hogy a vissza nem térítendő támogatások kedvezményezettjei összefognak, és egészen a nyers termék előállításától a végtermék piaci értékesítéséig egy hosszabb élelmiszerláncot tudnak fölmutatni,
akkor egészen biztos, hogy a döntéshozók ezt a területet támogatni fogják. A jövőben is ez a szándékunk, ezzel a nemzetközi fórummal, ami Torockón sikeresen megtörtént, az volt a szándékunk, hogy mind a délvidék, mind a felvidék, mind a Kárpátalja, mind pedig hát a Duna-Tisza köze hazai viszonylatban, ha ezt mondhatom ezt a szót, bár a határon túli magyarok is közös ajkuk lévén idatartozónak gondoljuk, és a teljes szolidaritás jegyében, a kapcsolati tőke konvertálásának a jegyében, a közös piaci lehetőségeknek a kihasználása érdekében fogtunk össze. Teljes vertikuma felvonult a termék előállítóknak, úgy az állattenyésztésben, mint a növénytermesztésben. Állattenyésztésben ki kell emelnünk, hogy két helyen, Bújon és Szakolyban van mangalica törzstenyészetünk, ami közel egy 20 éves múltra tekint vissza, és már így sikerült a megállapodás a gazdák részéről az őshonos géneknek a cseréjére. Ugyanígy a borzderes marhának például a változata, amely ma már itt van Magyarországon, és Pálházán van a génrezervátum. Növénytermesztésben el kell mondjam, hogy nagyon nagy sikere van, volt, és azt hiszem, hogy nagyon nagy perspektívája van a dr. Krupa József és családi vállalkozása által nemesített Durum Rozsnak. A torockói találkozón a kárpát-medencei ökogazdálkodók megállapodtak abban, hogy szorosabb együttműködést alakítanak ki a jövőben, és rendszeresen kicserélik tapasztalataikat mind a termesztéssel, mind a támogatási források felhasználásával kapcsolatban. Kedves nézők, az elmúlt percekben a Mintagazdát, a Kölcsei Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látták. Ezzel az összeállítással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is minden jót, viszontlátásra!